Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A te jóslásod, egy hétvégi szerelmi jóslás. Én biztos vagyok abban, hogy ha te hozzám találtál, és megnézed ezt a felvételt, akkor az neked szól, hiszen nincsenek véletlenek. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a csillag mutatja, és a csillagok szerencsét hoznak. Tehát a mai napon, vagy a következő napokban szerencséd lesz. Amit a csillagok itt még jelentenek, az lehet asztrológia, kártyavetés, egy spirituális terület, ami érdekel téged. Még egy jelentése van ennek a kártyának. A megfelelő időpontban, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Itt ez a három kártya utal a múltadra. Itt ezen a képen látható egy jó indulatú hölgy, vagy egy jó barátnő a múltból. És itt láthatunk egy vidéki helyiséget, tehát ez a barátnő vidékről jön, vagy kapsz tőle egy meghívást. Őt ismered a múltból, de ez a meghívás, vagy ez a kiruccanás, vagy ez a meglepetés kicsit késelkedni fog, ezt jelenti itt ez a kártya. Vagy megbeszéltek valamit, és ez az időpont elcsúszik, tehát később fog bekövetkezni. A következő kártyák szintén a múltra utalnak. Az első képen láthatunk egy özvegy férfit. Az lehet egy idősebb személy, vagy nála elhalálozott valaki. De a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utal egy férfire a múltadból, aki most egyedül van, vagy magányosnak érzi magát. Itt van az üzenet, tehát ő gondol arra, hogy felveszi veled a kapcsolatot. Sőt, itt látható a látogatás. Nem csak ez a férfi szeretne találkozni veled, hanem ez a kedves, jó barátnő is szeretne téged meglátogatni, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Így egy ilyen vidéki területen. Ez a kártya utal a múltra, a jelenre, a jövőre. Milyen összefüggés van a múlt és a jövő között? Mire kellene ügyelni? A hatos szám utal a múltra, az emlékekre, van benne egy kis nosztalgia. De itt dolgozni kell azon, hogyan tovább, hogyan alakuljanak a dolgok, tervezni a jövőt. Itt a mérleg látható, mérlegelni kell a helyzetet. Mit szeretnél megtartani a múltból, és mi az, amit elérni szeretnél a jövőben. Itt kell a belső egyensúly is. Amit ez a mérleg még szimbolizál, az igazság, vagy igazságtalanságok, lehet egy bírósági ügy is, azt is szeretnéd rendbe tenni, vagy jelképezi a belső harmóniát, a belső egyensúlyt, és a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot is.
Ez a kép ad számodra egy jó tanácsod. Itt láthatóak az arany kelyhek, és a kelyhek utalnak a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt három kehely felborult, és ott folynak a könnyek. Mondhatnám azt, ez a könnyek mezeje. Ez utal a múltra. Zárd le ezeket a fájdalmas emlékeket. Ami a hátad mögött van, ez a két kehely, az utal a párkapcsolatra, te és ő érzelmekkel, ez még nem törött el. Tehát van jövődök. A munkát illetően utal egy előnyös szerződésre. De mint ahogy a háttérben látható ez a híd, számodra ez most egy átmeneti időszak. A múlttól elbúcsúztál, holott itt van két kapcsolat, a jó barátnő és ez az egyedül álló férfi. A többit, ami téged elszomorított, azt lezárod most. Elhagyod az egyik partot, és ezen a hídon közeledsz egy új parthoz, és ez a jövő, ami ott van a hátad mögött, közel áll hozzád, de te ezt még nem látod. De nincs semmi baj, mert ez az időszak is előnyös, hiszen az jó, ha befele fordulsz, és a belsődben felfedezed a belső hangodat, az intuíciódat, az segíthet a munkádon, ezen a spirituális területen, vagy ad számodra egy jó tanácsot. És ez a belső hangod. És akkor tudod azt, hogyan tovább. Én is tovább lépek, és megtekintjük a következő kártyát. Itt Pythia látható a görög mitológiából, és Pythia őrzi az orákelt, a Delphi orákelt, és ismeri a jövőt. Milyen jövőt üzen számodra Pythia? Itt lesz egy jó szerződés, vagy egy szép párkapcsolat. De valamitől el kell búcsúzni. A háttérben látható négy bot utal erre. Ezek a korlátozások. Vagy amikor szűkösnek érzel valamit. Innen kilépni, ebből felszabadulni, és akkor megvan itt az életöröm, megvan a biztonság érzete, hiszen a négyes szám erre utal. Ezen a képen láthatunk egy kislányt, az lehet egy kisbabának a születése is, de, mint mindig említem, a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ez a kislány utal változásukra, utal egy új kezdetre. Mit üzen Pythia még? Itt van egy nyeremény. Ez utalhat egy nyereményre is, de ha lesz egy munkahelyi változás, akkor javulni fog az anyagi helyzeted. Amit még ez a kép jelenthet, a belső értékek, hogy számára te értékes vagy. Persze jelentheti azt is, hogy itt lesz segítség, és támogat téged anyagilag. Nem csak ez a férfi van jó módban, hanem ez a hölgy is, mert itt is megvan a gazdagság. Ez utalhat rád, hogy nyeremény lesz, vagy valaki segít neked a munkát illetően, az anyagiakat illetően.
holott mindkét kártya utalhat a belső értékekre is. A harmadik képen van egy találkozás, és ez jelenti a szerelmet, találkozni fogtok, és ez a találkozás kedvező, értékes mindkettőtök számára. Ha munkáról van szó, akkor ez a kártya jelenthet egy találkozást, egy munkahelyi kezdetet, egy szerződés aláírását. És én kívánok neked szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderá!